Fontos Nyíregyháza közössége, fontosak a civilek, kezdte a tájékoztatót Kovács Ferenc polgármester. A miniszterelnökség, valamint a szabolcs már bereg megyei civil közösségi szolgáltató központ négy megyei településen, köztük Nyíregyházán is szervezett egyeztető fórumot, melynek célja, hogy a civilek képviselői közvetlenül osszák meg észrevételeiket, javaslataikat a forrásokkal a pályázati rendszerrel kapcsolatban. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a kormányzati támogatás mellett az önkormányzat is segíti a civileket. Államtitkár úr és a kormány nincs ebben egyedül, mert az önkormányzat, igen hathatósan támogatja a civil szervezeteket. A Nyíregyházi Civil Fórumnak 250 civil szervezet a tagja, akik különböző területeken nagyon fontos, értékes munkát, közösség megtartó és építő munkát is végeznek. Jellemző az önkormányzati rendszerrel való együttműködés, amit mi nagyon nagyra értékelünk, és ezek a a kormányzati támogatások is ez Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, a nemzeti együttműködési alap mellett a városi és részben a falusi civil alap forrásaiért is felelnek. A szabolcs már beregi települések, mint mondta, országos szinten is jól teljesítettek, Jelentős forrás érkezett a megyébe 2022-ben is. A Nemzeti Együttműködési Alap Pázdén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedő módon teljesített, és komoly összegeket tudott lehívni egészen. Konkrétan 2022-ben 588 millió forint jutott a megyébe, ne a forrásokból, és ebből 154 millió forint a megyeszékhelyre Nyíregyházára. Ehhez ezúton is szívből gratulálunk. A városi civil alapból 68 nyertes pályázatból összesen több mint 244 millió forintot tudtak lehívni a megyei szervezetek. A falusi civil alapban pedig 122 nyertes pályázat volt szabolcs már berekben. Ezek összege meghaladta a 445 millió forintot. Megyénkben jelenleg 3201 civil szervezet működik, Ebből 891 alapítványi, 2265 egyesületi formában, 45 pedig szövetségi keretek között tevékenykedik.